megítélésem szerint a Nyugat-Pannon régió abszolút része az észak-nyugat-magyarországi régiónak, sőt, ezzel tulajdonképpen az észak-nyugat-magyarországi régió vagy gazdasági övezet megalakul, vagy létrejött, ezzel tulajdonképpen az 1990 óta első alkalommal kapunk arra lehetőséget, hogy egy egyébként általunk, itt a régióban élő, által természetesnek tartott régió végre a maga irányába, vagy a maga által diktált tempóban fejlődhessen. Mert hogy ez mindig is így volt, akár az 1996-os területfejlesztési törvényről beszélünk, akár bármiről, itt mindig volt egy olyan törekvés is, hogy természetesen Észak-Dunántúl legyen, hiszen ha van regionális tudat ebben a térségben, akkor ez jobbára az Észak-Dunántúli. Azonban mindig valamilyen aktuális megfontolások ezt a régiót többfelé szabdalták. Ugye kialakult a teljesen művi és életképtelen közép-dunántúli régió, aztán a nyugat-magyarországi, és a többi, és a többi. Tehát mindig volt valami, ami ezt az észak-dunántúli régiót nem tudta egységes egészként kezelni, és most lehetőség nyílik arra, ezért ha megengedik, akkor én nagyon még itt a munkánk elején inkább arról beszélnék, hogy milyen irányba léphet el az észak-dunántúli régió, illetve melyek azok a tényezők, amelyeket fontosnak tartok, hogyha a munka megkezdéséről beszélünk, akkor figyelembe kell venni. Szeptember végéig kell letennünk egy fejlesztési terv első változatát a kormány asztalára. Én hangsúlyozom, hogy első változat, hiszen gyakorlatilag augusztus közepén, végén tudtuk megkezdeni a munkát, tehát maga a határidő is irreálisnak tűnik, ami a magyarázata az irreális határidőnek, azon túl, hogy Magyarországon vagyunk, és itt általában irreálisak szoktak lenni a határidők, az, hogy ha minden igaz, akkor ez a Next Generation EU nevű Európai Uniós programból lesz legalábbis jelentős mértékben finanszírozva. Ehhez pedig az kell, hogy a tagállamok, az Európai Unió tagállamai évvégéig komplex és átfogó nemzeti fejlesztési terveket tegyenek le az asztalra. Ez alapján döntött úgy a kormány, hogy megadja a lehetőséget a régióknak, hogy valami olyat találjanak most ki fejlesztéspolitika címszóval, amelyet valóban ők akarnak. Ez csak még hangsúlyosabbá teszi azt, hogy egyrészt a célok kijelölésénél, másrészt pedig az adottságok figyelembevételénél abszolút realisták legyünk. Ha megengedik, én három célt neveznék meg a régió számára absztrakt szinten és hosszú távon, amely a munkát szabályozhatja. Az első, hogy a régiót érő centrifugális és centripetális erők közül ez utóbbi legyen az erősebb. Ugye ez egy olyan régió, ami földrajzi fekvéséből adódóan és település földrajzából, gazdaság szerkezetéből adódóan is nagyon erősen ki van téve centrifugális hatásoknak. Hiszen ha megnézzük a környezetünket, a régió környezetét, akkor a régió határai mellett fekszik közvetlenül Budapest, Pozsony, Bécs, és akkor most más városokról ne is beszéljünk, amely három főváros, méghozzá három olyan főváros, amelynek mindegyike nagyon erős gravitációval bír, hiszen ezt talán csak a hegyeshalmi és feketeerdei magyarok tudják megmondani, hogy Magyarország északnyugati csüskében és Pozsonynak milyen erős szívó hatása van, illetve a pozsonyiak hogyan települnek ki ezekre a településekre. Másrészt pedig ez a három város maga is nagyon komoly versenyt folytat azért, hogy a régióban minél több szerepkört tudjon megszerezni magának, vagyis nagyon-nagyon egyszerű felmorzsolódni ennek a régiónak, hiszen Győr számára teljesen természetes, hogy a mondjuk Szombathellyel, Veszprémmel való együttműködés helyett, hogy most csak megyeszékhelyeket mondjak, a Pozsonnyal és Béccsel való együttműködést válassza. Székesfehérvár számára sokkal kézenfekvőbb Budapest elővárosává válni, mint mondjuk Szombathelyel és Veszprémmel együttműködni. És a többi megyeszékhely számára is esetleg vonzóbb lehet az, Sopronról nem is beszélve, amelynek reális veszélye egy lakhatási katasztrófával együtt, hogy nem Veszprém, hanem Bécs elővárosa legyen. Amely jól mutatja azt, hogy a térségen belül nagyon komoly olyan erők vannak, amelyek
adott esetben rövid távon nagyon kedvező gazdasági konstellációt ígérhetnek és tarthatnak fenn, valójában azonban ennek a régiónak a szétesését idézhetik elő. Ebből adódóan szerintem ennek a munkának, amelyet mi most végzünk, és itt a teremben is, amiről beszélünk, alapvető céljának annak kell lenni, hogy itt a centripetális erők uralkodjanak végül is közép- és hosszú távon, ami azt is jelenti, hogy a térségben lévő városok és a térségben lévő kistérségek együtt akarjanak működni. Nyilvánvalóan ez nem csak érzelmi kérdés is lehet a regionális öntudatot, a hazafiságot tüzelni, és az egyes résztvevők lelkiismeretére beszélni, hogy mennyivel szebb együttműködni egy másik magyarral, mint egy osztákkal mondjuk, de azt tudjuk az elmúlt évszázadok során, hogy az érzelmi összetevők azért inkább csak árnyalják a térségeknél is az alapvető gazdasági érdekeket, tehát a cél az, hogy egy olyan gazdaságot, egy olyan regionális gazdaságot építsünk ki, amely érdekelté teszi az itt lévő szereplőket, hogy együttműködjenek és hogy fenntartsák ezt a gazdasági modellt. Ez elérhetetlen céle, rögtön felvetődik ez a kérdés, hiszen csak egy régióról van szó. Ugye mi mindig megszoktuk, hogy az Észak-Dunántúl, az Észak-Nyugat-Magyarország az egy régió, egy tájegység Magyarországon belül. Ugyanakkor, ha megnézzük a népességi adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy ez a csak egy régió, az 2 millió, valamivel több mint 2 millió lakossal bír, ami Szlovéniával egyenértékű. Tehát felfoghatjuk valóban ezt a régiót úgy, mint csak egy tájegység Magyarországon belül, ami Budapesthez van kötve ezernyi lánccal, de felfoghatjuk úgy is, mint egy kis tagállam az Európai Unión belül, a saját maga arculatával, a saját ökoszisztémájával, a saját gazdaságával, amely éppen működhet együtt Budapesttel is, de nem kell, hogy Budapestre teljesen szorosan fel legyen fűzve, hanem lehet az is a törekvése, hogy az ország gazdasági növekedéséhez vagy társadalmi életéhez éppen azzal járuljon hozzá, hogy többé-kevésbé önellátóvá teszi magát. Nyilván nem tudja teljesen önellátóvá tenni magát, mint ahogy zárójelben megjegyzem, Szlovénia sem tudja teljesen önellátóvá tenni magát, de megvannak a megfelelő erőforrásai, és megvannak azok az erőterek, ahol egy erős regionális gazdaságot tud kiépíteni, amely közép-európai viszonylatban legalábbis úttörő jellegű modell lehet. Ezt hátráltatja bizonyos fokig az, hogy ennek a térségnek egy másik sajátossága, legalábbis ami a magyarországi tájegységeket illetően megkülönbözteti más tájegységektől, hogy ennek a térségnek valójában nincsen egyértelmű és evidens központja. Ugye vannak magyarországi értelemben vett nagyvárosai, Győr, Székesfehérvár, kisebb mértékben Szombathely, Sopron, Tatabánya, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Veszprém, és a többi, és a többi. Valójában európai léptékkel mérve, ezek nem nagyvárosok, ezek magyarországi léptékkel mérve, Trianon utáni magyarországi léptékkel mérve nagyvárosok. De nem mondhatjuk azt, hogy egyértelműen lenne egy olyan regionális központ, amely minden térségi szereplő számára megkérdőjelezhetetlen, és ebből a szempontból alárendelnék a saját tevékenységeit. Ez egyrészt egy veszélyt és egy lehetőséget is kinyit számunkra. Veszélyt, amely tulajdonképpen társul a centrifugális térséghez, hogyha ezek a városok mind önállóan, egyedül próbálnak meg maguknak profilt kiépíteni, és a saját kistérségüket fejleszteni adott esetben a másikkal szemben is. És egy óriási lehetőség, hogyha Miszlőesz főigazgató úr által már itt megelőlegezett hálózatosodást vesszük figyelembe, azaz ez a régió akár működhet úgy is, hogy nincsen egyértelmű fővárosa, hanem a városok együttműködnek, az együttműködéshez pedig arra is fontos, arra is nagy szükség van, hogy ezek a városok ezek egymással leülve tisztázzák, hogy hol tudják kiegészíteni egymás tevékenységét. Megint csak mondhatjuk azt, hogy ez lehetetlen, hiszen ha egyenrangú városok versengenek, vagy léteznek egy térben, akkor szükség szerint a versengés lesz úrrá. De akkor megint hadd mondjak egy példát. A II. Világháború utáni Nyugat-Németország, most már nem mondom Németországot, a mai Németországot, mert Berlin egyértelmű központként van kijelölve, tegyük hozzá, akkor is tudjuk egyébként, hogyha a pénzügyi világra vagyunk kíváncsiak, akkor Frankfurtba megyünk, és nem Berlinbe. Ha pedig a művészeti világra, akkor sok esetben Münchenbe vagy Stuttgartba megyünk,
és nem Berlinben. Mégis azt mondhatjuk, hogy most van valóban egy uralkodó fővárosa Németországnak, de a második világháború utáni 1990-ig Nyugat-Németország Bonnnal, mint fővárossal, Frankfurttal, Hamburggal, Münchennel, Stuttgarttal, mint decentrummal, és még számos más várossal, mint decentrummal, tökéletes példáját mutatja annak, hogy lehet egyébként virágzó gazdasági modellt egyértelmű központ nélkül is fenntartani, sőt, adott esetben lehet, hogy ez még egyszerűbb is lehet. Ez két kritériumnak kell megvalósulnia, és ez lenne a második cél, amely ennek a fejlesztési tervnek az alap gondolata kell, hogy legyen. Annak érdekében, hogy ez a térség a magyar növekedést tudja húzni, tehát legyen a nemzetgazdasághoz is egy hozzáadott értéke, ugyanakkor saját maga számára is hasznos legyen, ehhez erősíteni kell a kohéziót a térségen belül. Ez a térség Magyarország legfejlettebb térsége, a főváros most kivéve, ugyanakkor nagyon súlyos belső perifériákkal. Tehát a Csornától délre lefelé húzódó, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém határán húzódó periféria, belső periféria, vagy éppenséggel Zalában megtalálható, és itt Vas megyében is a kis településeknél megtalálható belső perifériák, olyan fehér vagy fekete, kinek az ízlése szerint, lukakat jelentenek a gazdasági növekedés szempontjából, amelyek veszélyeztethetik a régió gazdasági növekedését, lehetőségként megfogalmazva pedig olyan tartalékokat jelentenek, amely a gazdasági növekedés erősödéséhez vezethet hozzá. A másik kritérium pedig, már említettem, ami a hálózatosodás vagy a hálózati működésnek az alapkritériuma, az együttműködés. Magyarországon nem népszerű gondolat, egészen pontosan retorikai szinten népszerű gondolat az együttműködés, de mindenki úgy gondolja, hogy a politikus igazi virtusa az, hogyha egyedül tud adott esetben másokkal ellentétben is megvalósítani olyan fejlesztéseket, amely sem a városának nem elég jó, viszont a másik város fejlesztését biztosan lerontja a szuboptimális szintre, és ebből adódóan tele vagyunk olyan párhuzamosan egymás mellett gördülő fejlesztésekkel, amelyek nem tudnak valójában térségi szerepre szert tenni, abból adódóan, hogy a különböző városok egymással szemben fejlesztenek. Meg kell honosítani az együttműködés kultúráját a politikában és az önkormányzati szférában is, a gazdaságban úgy, ahogy működik. De én itt óriási lehetőséget látok arra, hogy a majd rendelkezésre álló pénzösszegek tekintetében olyan fejlesztéspolitikát valósítsunk meg, amely nem az egyéni fejlesztéseket honorálja, hanem az együttes, térségi, hálózatos fejlesztéseket, azaz megint csak profil mentén elkülönülve egymást kiegészítő fejlesztések jöjjenek létre, és ennek következtében a térség városai, nagyvárosai, kisvárosai és adott esetben falvai vagy falusias térségei is ne egymással szemben, hanem egymás kiegészítéseként határozzák meg egymást. A turisztikai térségek például egy óriási lehetőség erre, itt a Sárvár-Bükki térség is nagyon jól illeszkedhet egy általános turisztikai térség koncepcióba, vagy egy másik óriási lehetőség, ami szintén a térség része, az Magyarország négy nagy állóvize közül három itt a térségben lesz majd található, a Velencei tó, a Fertő tó és a Balaton. Teljesen fölösleges a hármat egymás ellen versenyeztetni. Van is valamilyen fajta kommunikáció ezek között, a turisztikai fejlesztéseknél szerintem óriási lehetőség van arra, hogy ezekre építve valóban egymást kiegészítő fejlesztések valósuljanak meg, nem is beszélve az egyéb jellegű turisztikai fejlesztésekről, mint például a Szigetköz, Csallóköz és a többi és a többi. Azért tartom fontosnak ezt, és azért ezt a példát hoztam fel, mert meggyőződésem az, hogy ez a régió abból a szempontból is úttörő tud lenni, hogy az együttműködésre alapozva, a nagyobb kohéziós szintre alapozva és a hálózatos működésre alapozva a magyar gazdaságnak egy olyan hozzáadott értéket adjon, amely Európában ma már nagyon markánsan jelen van, sőt válság időszakokban az európai gazdaságot ki is szokta segíteni, most a mostani járvány a specifikumai miatt egy kicsit jobban megviselte ezt az ágazatot, mint más gazdasági válságok, ez pedig a kreatív ipar.
amelynek minden adottsága megvan itt ebben a régióban. A részben a turizmus, a turizmusra építhetőség, a gazdaság szerkezetében a kis- és középvállalkozások markáns jelenléte, maga a Veszprém-Balaton Európa kulturális fővárosa 2023-ra az erre való felkészülés, a közeli nagy felvevő piacok, amelyek nem Magyarországhoz, hanem nyugat felé vagy észak felé Európához kötnek minket, tehát a Pozsony, Prága, Bécs háromszög, illetve ami talán még ennél is fontosabb földrajzilag az a közelség, amely az osztrák, délnémet, észak-olasz növekedési övezethez kötheti potenciálisan ezt a térséget, amelynek szintén egy nagyon erős kreatív ipari arculata van. Mindez azt teszi lehetővé, hogy a magyar növekedéshez való hozzájárulás, tehát a második célban kiemelt jelentőséget kapjon a kreatív ipar. A kreatív ipar kultúrájának a meghonosítása, a kreatív ipar a kapcsolatos cégek támogatása, fejlesztési tervek kidolgozása, és lehetőség szerint az országos kreatív ipari stratégiába való csatlakozás, akár úgy is, mint próbaterületként, ahol először kis léptékben ki lehet próbálni azokat a megoldásokat, amiket később a magyar gazdaságban országosan is majd lehet alkalmazni. És a harmadik cél, hogy földrajzi fekvéséből adódóan, részben kulturális hagyományaiból adódóan, ez a térség hatékonyan tudjon csatlakozni az európai növekedési övezetekhez. Mint már említettem, a mostani Európai Unión belül a legmarkánsabb és legtartósabban működő növekedési övezetek itt vannak karnyújtásnyira tőlünk. Gyakorlatilag a 8-as úton kell végigmennünk, és megérkezünk abba a délosztrák, délnémet, észak-olasz övezetbe, amelyhez Szlovénia is a maga módján próbál csatlakozni, és Horvátország is értelemszerűen igyekszik megtalálni a kapcsolódási pontokat. Ennek a régiónak, mind Horvátországhoz, mind Szlovéniához, mind Ausztriához, mind pedig a pozsonyi növekedési övezethez közvetlen kapcsolata lesz, ami stratégiai jelentőségűvé teszi a határon átnyúló kapcsolatokat, annak a puha részét is, tehát megint csak, ahogy a főigazgató úr már mondta, mindazokat a lehetséges fejlesztési elképzeléseket, amelyek az emberek közötti, közösségek közötti kapcsolatok révén próbálja élénkíteni, vagy átjárhatóvá tenni ezeket a határokat, amelyeknek egy részét Trianon húzta meg, egy másik részét pedig ténylegesen a kommunizmus, mint a Pozsony és Bécs között működő, a két világháború között is 20 percenként működő hév, amelyet a kommunisták az internacionalizmus jegyében felszámoltak, és aztán azóta is csak tervek vannak, hogy hogyan lehetne újjáépíteni. De egyrészt ezekkel a puha tényezőkkel, puha programokkal, másrészt pedig a kemény programokkal, útépítés, infrastruktúrafejlesztés, amivel összeköthetjük ezeket a térségeket, amelyek lehetővé teszik potenciálisan azt, hogy például Kőszeg is hozzáférhessen ismét a Trianonban elcsatolt természetes kisugárzási körzetéhez, de amely lehetővé teszi azt is, hogy a Dunántúlon az észak-déli, illetve a kelet-nyugati közlekedési összeköttetések is megvalósuljanak, és ezáltal tudjunk bekapcsolódni ebbe a közép-európai növekedési pólus vérkeringésébe. Összességében én úgy gondolom, hogy ez az óriási lehetőség, amelyet most meg kell ragadnunk, és a most elinduló munkával mindent meg kell tennünk azért, hogy ez valósággá váljon. Én abban bízom, hogy sikerül a most elkezdett munkával, az önök segítségével is eredményeket elérnünk. Ez a Kraft számára is, ahogy a főigazgató úr is mondta, óriási lehetőséget jelent, hiszen valójában, amiről itt is szó van, az az, hogy a kreatív városok és a fenntartható vidék egyensúlyának megteremtése. Nincs metropolis a környékünkön, nincs nagyváros, optimális terület arra, hogy azok az elképzelések, amelyek itt Kőszegen megfogalmazottak, azok a valóságban nem csak Magyarország, de Európa számára is iránymutató fejlesztések alapjaivá váljanak. Köszönöm szépen a figyelmet!